nagyon bíztam a csapatban, mondom, igazából ébrezgettük őket egész héten, jó hangulatban edzettek, illetve tudták, hogy azt nagyon elszúrtuk az első meccset. És igazából bizonyítanunk kellett nagyon sok embernek, mert sajnos sokkal többen voltak, akik nem bíztak bennünk, mint azok, akik hittek bennünk. Ezúttal is nagyon szépen köszönöm azokat a támogató üzeneteket, meg telefonhívásokat. Szerintem ez a csapat megint bebizonyította, hogy iszonyatos módon erős emberek, még ha néha is gyengülnek egy-egy mérkőzésen, és ma azt láttuk, hogy illuk szakadtáig küzdöttek magukért, meg a Ferencvárosért. Célunk az volt ma, hogy csak a győzelem elfogadható. Ezt teljesítettük, örülünk, hogy lehetőség van egy harmadik mérkőzésre. Jövő héten meg nincs mese, vissza kell hódítanunk a bajnoki címet. Az érdekel engem, hogy amikor a 11-es rúgás után meghaltad, hogy a labda a kapufát találtál, mi volt a fejedben? Egy kicsit megmondom őszintén, megijedtem, de gyakoroltam a héten, meg hát 3-4 éve én rúgom a 11-est a csapatban, úgyhogy nem volt meglepetés, hogyha esetleg 11-esre kerül sor, akkor odaállok, meg hát nincs is hosszabbítás, úgyhogy ha esetleg döntetlen esetén is mindenképpen rúgtam volna 11-est, és azért gyakoroltam is, és volt egy-két alkalom, amikor hasonlót rúgtam az edzésen, de azért itt megijedtem egy kicsit. Lehet, hogy az én számból ez ugye furcsa hallani, de most egyáltalán nem érdekelt a szép játék, ennek ellenére csináltunk rossz dolgokat a pályán. Meg voltak nyilván hibáink, és abból adottam, hogy ez egy nagyon önkéshegyre menő küzdelem volt, de biztos vagyok benne, hogy megint fejlődni fogunk majd egy hét alatt, és kegyetlen kemény napot szeretnénk szerezni az MTK-nak majd ott nálunk. Szevasz, Rolikám, mit csinálsz? Szevasz, tesó, nem akarok lemaradni semmiről. Aha,